A matematika körbevesz minket. Ezt bizonyították a középiskolásoknak szóló előadások, amelyek matematika segítségével oldották meg például a naprendszer stabilitásának kérdését, adtak választ a nemek arányának evolúciós magyarázatára, vagy tervezték meg az űrszondák pályáját. De nem minden matematikai eredményt hasznosítanak a gyakorlatban. Valamikor a számelméletet is ilyennek tartották, hogy hát annak aztán semmiféle gyakorlati alkalmazása elképzelhetetlen. Tehát éppen ezért szerették az elméleti matematikusok. És napjainkban a világ bankrendszere összeomlana, hogyha olyan számelméleti eredmény születne, ami lehetővé tenni a titkosítás feloldását. Sokan álmodoznak arról, hogy a lottó ötöst milyen módszerrel lehetne megnyerni. A kártyajátékokban például előfordul, hogy a matematikát hívják segítségül. Az egyik eladó pedig egy olyan játékot mutatott be, amelyben a véletlennek nincs, vagy alig van szerepe. Egy játékon keresztül fogok bemutatni egy matematikai modellt, ki fogok indulni egy olyan dologban, amit mindenki ismer, geometriából, amit mindenki tanul középiskolában, sőt, már általános iskolában ismeri mindenki, és el fogok jutni szép lassan egy olyan geometriához, amiről nagyon kevesen tudnak. Az érdekes előadások mellett a fiatalok bepillantást nyerhettek a szegedi matematikai képzés rendszerébe is. Elmeséltem az újraindított osztatlan tanárképzésünket, amely szerves folytatása a nagy hagyományokkal és nagy tekintéllyel rendelkező matematika tanárszakunknak, ezen kívül a matematika BSC, a matematika alapszaknak a specializációit is el tudtam mondani, a gazdasági specializációt, az informatikai specializációt, ezek az újdonságok. Kiemelte, egyre többen jelentkeznek matematika szakra. Az itt végzett hallgatók mindegyike gyorsan el tud helyezkedni szakmájában, ráadásul a legtöbb esetben jó fizetésért.